Két új kórház építésére biztosít alapokat a Fejlesztési Minisztérium Székelyföldön. Számolt be 10 perc Bukarest című heti politikai helyzetjelentésében az RMDS. Cseke Attila tárcavezető egyéb újdonságokat is bejelentett. Két új kórházépülettel bővül Székelyföld gyógyellátó hálózata. Csíkszeredában felújítják a klinika járóbetegrendelőjét. A Mikó utcai épület felújítására 21 millió lejt hagyott jóvá a kormány, közölte Cseke Attila fejlesztési miniszter. Ez a harmadik kórház felújítási program a városban, a megyei kórház sürgőségi osztályának bővítése is egy új épületszárny felhúzása után. Sepsiszentgyörgyön tüdőkórház épül. Új épületet kap a Sepsiszentgyörgyi tüdőkórház. Ezt megígértük a választási kampányban, és ennek az ígéretnek eleget tettünk. A Fejlesztési Minisztérium 28,5 millió lejes támogatást nyújt a Kovászna megyei önkormányzatnak, így a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórház tüdőgyógyászati osztálya új épületbe költözhet. Jelenleg a tüdőbetegek ellátása a város két különböző pontján történik. Az új kórházépület két emeletes lesz, 34 beutalt beteg egyidejű kezelésére alkalmas. A miniszter ugyanakkor elmondta, módosítják az Anelle lakások árait, visszaállítják a 2019-es árszintet, hogy a bennük lakó fiatalok elfogadható áron vásárolhassák meg ezeket. Továbbá 197 erdélyi településnek összesen 15 millió lejes támogatást nyújt a szaktárca a település rendezési tervel készítésére, ennek hiányában ugyanis semmilyen beruházás nem végezhető el.